Jó estét kívánok, hölgyeim és uraim! Ez a Kontra 2014. április 15-én. Egy évvel ezelőtt, április 4-én alakult meg Kiskun Félegyházán a Kiskun Félegyházi Gazdaságfejlesztő és Munkahelyteremtő Egyesület. Ebből az alkalomból beszélgetek ma este Csányi Józseffel, az Egyesület elnökével. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok, köszönöm! Elnök úr, nem sokkal az Egyesület megalakulása után ön vendég volt itt a Kontrában, és akkor úgy fogalmazott, én visszakerestem, hogy nehéz a félegyházi embereket összefogásra bírni, legalábbis az akkor megfogalmazódott. Ma hogy látja így egy év elteltével, igazolódott-e ez az előfeltevés, hogy nehéz a félegyháziakat összefogásra bírni? Hát a vállalkozók esetében azért ez nem volt elmondható, tehát ők eléggé nyitottak voltak egy ilyen egyesületnek a létrehozására, legfőképp az a 13 vállalkozás, vagy az enyémmel együtt ugye 13, aki megalapította az egyesületet, majd ezt követően ugye még 14 vállalkozás csatlakozott hozzánk a mai napig, és folyamatosan azt mondhatom, hogy vannak jelentkezők. Viszont amire én egész konkrétan akkor gondoltam, az inkább az, hogy a félegyháziaknak a bizalmát elnyerni, és olyan koncepciót, olyan eredményeket, olyan javaslatokat fölmutatni nekik, vagy javasolni nekik, ami úgymond egy széles kör által elfogadott, én erre gondoltam, hogy ez nehéz. És hát azért azt elmondhatjuk, hogy megfelelő koncepcióval, megfelelő teljesítménnyel, értékelhető és mérhető teljesítménnyel, mai napra ez azért már nem olyan bonyolultnak látszik ez a felállás, tehát egyértelműen elmondhatom azt, hogy nagy a támogatottsága az Egyesületnek, látják azt a teljesítmény mögöttünk, akár konkrétumokról is ugye lehet beszélni, sok esetben létrehozott munkahelyekről, befektetésekről, beruházásokról, pontosan azokról, amiket az Egyesület már az Egyesület megalapításakor már ígéretet tettünk arra, hogy mi mellett vagyunk elhivatottak. Ugye ez az volt, hogy a saját cégeinket Kiskunfélegyházán fejlesszük, Kiskunfélegyházán élő embereket próbálunk alkalmazni, és természetesen ez az elmúlt időszakban több cégnél, a PNPP, Káró Kft-nél, az IBV Hungáriánál, illetve ahol mondjuk nem feltétlen történt beruházás, olyan cégeknél is munkahelyek lettek létrehozva, munkahelyek létesültek, és hát azért elmondhatjuk, hogy így az egyéves évfordulóra több mint 100 új munkahely van ezeknek a cégeknek a vonzás körzetében, ami újonnan lett létrehozva. Ugye az is megfogalmazódott tavaly, hogy 500 munkahelyet ígért 5 év alatt, ha jól emlékszem, akkor ugye ebből ezek szerint 100 már teljesült, köszönhetően annak, hogy az Egyesületben résztvevő cégek egy része tudott munkahelyeket teremteni. Egész pontosan így van. Na most hát mi azért, mikor ezt az 500-as számot meghirdettük maga a programunk részeként, és ugye a Munkára Félegyháza program részeként. Mi egész konkrétan arra gondoltunk, hogy ez az a szám, ami nyugodt szívvel vállalható, és én nagyon fontosnak tartom személy szerint is, de az Egyesület tagja is, hogy olyanokra tegyünk ígéretet, olyan ígéreteket tegyünk, ami be is váltható, meg is valósítható, mert én egész biztos vagyok, hogy ezt minden területről számon fogják rajtunk kérni, és én nagyon fontosnak tartom azt, hogy szavahihetőek legyünk, és ezt csak egy módon lehet elérni, az, hogyha az igazat mondjuk, és ezen az úton jár az Egyesületnek a tevékenysége. És hát itt azért az elmúlt időszakra elmondható az, hogy olyan találkozások, olyan megkeresések történtek az Egyesület irányába, ahol nem feltétlen már csak Kiskunfélegyházában gondolkodunk, hanem egyértelműen regionális szintre szeretnénk az együttműködéseket kiterjeszteni. Itt nem olyan régen adtunk arról hírt, ugye az Egyesület egyik ülését követően, hogy a környező településeknek a polgármestereivel tartottunk egy egyeztetést, aminek eredményeképpen megegyeztünk abba, hogy egy közös adatbázist hozunk létre, ahol mind az ott élőknek a szabad erőforrásait, tehát a munkanélkülieket összegyűjtjük, az egyes települések részére rendelkezésre álló
ingatlanokat, ipari ingatlanokat, magáningatlanokat, amit természetesen különféle vállalkozásoknak, illetve befektetőknek fogunk kínálni. Habár ennél azért jóval fontosabb, hogy ezeknek az adatoknak az összegyűjtésével egy olyan ismertető brossúra, egy olyan ismertető anyag készüljön el erről a régióról és Kiskunfélegyházról, és én azt gondolom, hogy nem lehet szétválasztani Kiskunfélegyházát a környező településektől, mert magában Kiskunfélegyháza egy nem egészen 30 ezres lakosú kisváros, aminek nagyon sok lehetősége van, kiváló oktatási rendszere van neki, itt vannak egész komoly cégek, akik azért nagyságrendileg, ugye az egyesület tagjai is, akik, amit alkotnak, tehát nagyságrendileg elég sok munkaerőt alkalmaznak, viszont azért be kell látni azt, hogy mind munkaerőforrás szempontjából, mind területforrás szempontjából regionális szintet kell megütni ahhoz, hogy ha esetlegesen egy nagyobb cég befektetési lehetőséget keres, megfelelő alternatívát tudjunk neki kínálni. És még ezért kezdtük el az együttműködést a különböző településekkel, vagy környező településekkel, és itt azt mondhatom, hogy kivétel nélkül mindenki csatlakozott hozzánk, hogy felmérve ezeket a kapacitásokat, ezeket a lehetőségeket, komplexen tudjuk kínálni ezt a régiót, és hát az az igazság, hogy olyan régiókkal kell megküzdenünk támogatás szempontjából, ugye nem egy túl egészséges rendszer van fölállítva Magyarországon, Budapest 40 kilométeres sugarú, vagy Budapestet körülvevő 40 kilométeres sugarú körön kívül tulajdonképpen minden régióra ugyanaz a lehetőség vonatkozik, ugyanazok a befektetési lehetőségek vonatkoznak, támogatási rendszerek vonatkoznak, és hát mi ezt nagyon fontosnak tartjuk, hogy megmutassuk azt a befektetői bázisnak, hogy egy Tatabányával, egy Székesfehérvárral, egy Győrrel, vagy Zalaegerszeggel, vagy Nyíregyházával, Debrecennel szemben mi mit tudunk kínálni. És természetesen azt is fel kell mérnünk, hogy milyen vállalkozásaink vannak. Tehát mivel ez egy mezőgazdasági régió, mezőgazdasági város, elsősorban olyan befektetőket kell találnunk, akik ezen a területen érdekeltek, és az itt lévő termékeket kívánják feldolgozni, Magyarországon, illetve Magyarországon kívül pedig értékesíteni. Teljes mértékben nyitottak vagyunk, de természetesen azért a mezőgazdaság mellett számon kell venni azokat a vállalkozásokat, akik megtalálhatók az egyesület tagjai között, és az elmúlt időszakban azért elmondhatjuk, hogy itt nagyon komoly tárgyalások voltak a háttérben, ahol egyik vállalkozásnak az esetében egész konkrétan a belorusz nagykövet úrnak a Kiskunfélegyházi látogatására gondolok, ahol tulajdonképpen a Megaprofilnál és az IBV-nél történt egy látogatás, és itt egy, mondhatjuk azt, hogy egy kezdeti kapcsolatnak az alapjait sikerült letenni, és az IBV Hungária Kft.-nek az ügyvezetőjével ezt követően, mikor egyeztettük vagy értékeltük a megbeszélésnek a megbeszélésen elhangzottakat, akkor tulajdonképpen megállapítást nyert az, hogy itt egy nagyon komoly kapcsolati tőke keletkezhet, amin keresztül az IBV Hungária az Orosz Vámunióba is, mint beszállító, vagy illetve hát a fák államaiba, mint beszállító megjelenhet. És ez ugye jön egyből a kérdés, hogy miért jó az nekünk, ha az IBV több terméket ad el külföldön, esetlegesen még valami üzemet is létre kell nekik hozni. Ez mindenképpen azért, mert az alapgyártás az Kiskunfélegyházán fog történni, és itt fog tudni új munkahelyeket jelenteni ilyen szempontból. Gondolom, hogyha növelik a termelésüket, akkor az újabb munkahelyeket. Így tehát erre céloz. Így van, egész konkrétan. Egyébként ez a fehér-orosz kapcsolat, ez más cégek számára, tehát más helyi cégek számára jelenthet-e valamilyen előnyt, illetve fehér-orosz vállalatok megtelepülése szóba került-e, vagy érdekelné-e őket ez a térség? Mindenképpen. Itt is természetesen az első kérdés az volt, hogy mi mit tudunk kínálni. És sajnos szembesülni kellett azzal, hogy még Kiskunfélegyházára van egy elkészült anyag, ami bemutatja a várost, sajnos magyar nyelven, tehát azzal nem kell különösebben részletezni, hogy egy belorusz potenciális befektetőnek, de a világ bármely részéről a magyar nyelvű brossúra az körülbelül annyit jelent, mintha nem is lenne. Tehát egyértelmű, hogy angol nyelven, német nyelven, orosz nyelven, és hát ugye lassan azért abba az irányba kell elmozdulnunk, hogy egyéb más ázsiai nyelveken és akár a mandarin nyelven is egy konkrét anyagot kell tudnunk összeállítani.
Számtalan ilyen tárgyaláson vettem részt, ahol láttam azt, hogy ha a saját anyanyelvén vagy egy közös nyelven szólt az ember ezekhez a potenciális befektetőkhöz, akkor hogy viselkedtek velünk szembe, és teljesen más alapokra lehetett egy beszélgetést helyezni. És hát természetesen visszatérve a kérdésre, a belorusz nagykövet úrral egyértelműen kétirányú kapcsolatba gondolkodunk, tehát az ő szempontjukból a mi mezőgazdaságunk érdekes, az, hogy milyen termékeket állítunk elő, zöldségeket, gyümölcsöket ebbe a régióba, illetve milyen hústermékek kerülnek előállításra. Azért a városban van baromfi feldolgozó üzem, van sertésfeldolgozó üzem, aminek igen nagy kapacitása van, és mindenféle európai, nemzetközi minősítéssel rendelkeznek ahhoz, hogy befektetővé váljanak ezekben az országokban, illetve hogy vásároljanak tőlünk terméket. Illetve hát ugye pont itt a belorusz esetben van ugye a traktorgyárok, világhírű traktorgyárok nekik, ahol évek óta potenciális befektetési helyet keresnek egy új traktorgyárnak a létrehozásához, vagy egy európai összeszerelő üzemnek a létrehozásához. Természetesen itt Kiskun Félegyháza egy megfelelő anyaggal, megfelelően előkészített és bemutató anyaggal mindenképpen potenciális befektetési helyszínnél válhat. Ami a keleti kapcsolatokat illeti, ugye a tavalyi évben Azerbajdzsánnal is felvették a kapcsolatot, illetve egy ottani magyar kereskedőházat tudott Magyarország létrehozni. Akkor ott is az IBV, illetve az Integráz ZRT neve merült fel, mint akik komoly lehetőségeket találhatnak ott Azerbajdzsánban. Nekik mennyire jöttek be a számításaik, az elképzeléseik, illetve bővült-e azóta a lehetőség, mármint ami a félegyházi cégek lehetőségeit illeti? Igazándiból azért azt látni kell, hogy a félegyházi cégek nem minden esetben érdeklődnek. Tehát mi ugye tudjuk, hogy ezek a cégek, akik az egyesület tagjai is, vagy akár félegyházán megtelepedett cégek milyen termékeket gyártanak. Mi alapesetben, mikor egy tárgyalássorozatot megindítunk, vagy egy kapcsolatfelvételt elindítunk, mi mindig abból indulunk ki, hogy az összes céget, ami itt megtalálható, kínáljuk. Természetesen az előzetes megbeszélések alatt egyértelművé válik egyből, hogy mik azok a területek, ahol érdeklődnek. Itt az azerbajdzsáni esetben ugye egyértelműen az élelmiszeripar érdekelte őket, illetve hát én mondhatom azt, hogy egy rettentő szerencsés helyzetben van Kiskun Félegyháza az IBV Hungáriának az itt létével. Legfőképp azért, mert olyan termékeket gyárt, amit nem sok vállalkozás állít elő Európába vagy akár világszerte, és ugye azért olyan tűzbiztonsági, robbanásbiztos világító testeket tudnak előállítani, ami a legmagasabb tűzvédelmi előírásoknak megfelel, illetve hát ugye, ami tavaly a gyárlátogatás vagy az új gyár egységüknek a megnyitóján el is hangzott, hogy egy olyan kerámia bázisú műanyagot fejlesztettek ki, ami világszabadalom, amivel egyértelműen tudnak a kinti piac irányába lépni, és hát ugye ott elhangzott az is, hogy az egyik fő vásárlójuk az a Lufthansa, tehát magát a céget említjük, azt gondolom, hogy mindenkinek van fogalma arról, hogy a világ egyik legnagyobb légiközlekedési vállalatánál beszállítónak lenni, ahhoz azért tényleg olyan termékkel kell tudni rendelkezni, és ha már repülőn is elfogadnak egy ilyen világító testet, akkor ez a cég ez tényleg tud valamit. Tehát meg kell minden esetben vizsgálni, hogy egyes országok milyen termékekre vevőek, milyen termékekre partnerek, milyen termékeknek a megvásárlására partnerek, és hát azért természetesen ezt azért értékelni kell, hogy 10 próbálkozásból valószínű 9 nem fog sikerülni, és 1 fog sikerülni, de én mindig azt szoktam mondani, hogy ha nem próbáljuk meg 10-szer, akkor az 1 sem fog összejönni. És hát azt kell tudni, hogy elindultak bizonyos tárgyalások ezzel kapcsolatosan. Az IBV esetében, az Integráz ZRT-nél az érdeklődés ott tulajdonképpen kihűlt, tehát az a vonal az nem feltétlenül működik, de az IBV esetében működőképesnek látszik, és hát azért ne felejtsük el, hogy Azerbajdzsán esetében is egy szénhidrogénnel foglalkozó, tehát egész konkrétan kőolajjal, földgázzal foglalkozó országról beszélünk, ahol az ilyen világító testeknek a szerepe és a felhasználása az igen nagy arányú, tehát egy abszolút potenciális piacként kezelendő. Most már én azt gondolom, hogy a kapcsolatfelvétel megtörtént, ezeken a cégeken, itt esetünkben az IBV-n van a sor,
hogy úgymond pénzre váltsa, vagy a kapcsolati tőkét, amit mi összehoztunk, azt meg tudja szerezni. Némileg már érintettük azt, hogy ugye a külföldi vállalatok is, külföldi vállalatok számára is vonzóvá kell tenni valahogy nem csak a várost, hanem a térséget. Ezt a célt szolgált az, hogy a térségi polgármesterekkel egyeztettek. Hogy látja egyébként, hogy például, ha csak most a közelünkben lévő autógyára gondolok, Kiskunfélegyháza, illetve a térség jól használta ki azokat a lehetőségeket, amelyek ebből adódtak, vagy ennél sokkal jobban is ki lehetett volna használni? Nézd, én azt gondolom, hogy realistának kell lenni ezen a területen. A Kecskemét esetében ugye, hogy a Mercedes ő hozzájuk települt, igen kicsi esélyt látok arra, hogy bármilyen vállalkozó, vagy vállalkozás, inkább azt úgy így fogalmazok, Kiskunfélegyházára szeretne telepedni. Meg kell vizsgálni magát a befektetést. Ugye a Mercedes, vagy a Daimler, ugye az anyacég 400 hektáros területet vett, aminek körülbelül a felét használja. Ebből a területből rendelkezésre bocsátott alvállalkozók részére, vagy közvetlen konkrét beszállítók részére területeket. Tehát azért, aki ezen a belső körön belül van, és folyamatos beszállítást végez a Mercedes irányába, ezen a területen fognak beruházni, vagy közvetlen közelébe. Sajnos Kiskunfélegyháza 20 kilométerre van Kecskemétől. Én azért mondom, hogy sajnos, mert ugye én is egy ilyen vállalkozást vezetek, nem akkorá természetesen, mint a Mercedes, de magát, a nemzetközi gondolkodásmódot nagyon jól ismerem, hogy lehetőség szerint minimalizálni akarják a távolságot, és amíg ilyen nagyságrendű területek vannak szabadon Kecskemét területén, vagy közigazgatási körzetén belül, addig nem Kiskunfélegyháza lesz a potenciális befektetési rész. Én azt hiszem, hogy meg kell nézni az Audi esetét Győrbe. Több mint 20 éve ott vannak most már, most kezdenek tágabb környezetre nyitni, amikor már tényleg azok az ipari parkok, amiben azért még mindig vannak lehetőségek, már nem annyira preferáltak, maga a területnek az eldrágulásából adódóan is. Tehát itt sem egy-két év fog eltelni, mikor már Kiskunfélegyháza, mint potenciális befektető helyszín lesz. Viszont ezért mondom azt, hogy nekünk nem feltétlenül ezen a területen, sőt mondhatnám azt, hogy abszolút nem ezen a területen kell keresgélnünk, hanem olyan befektetőket kell keresnünk, akik akár más területről, nem mondom azt, hogy nem lehet az autóiparból, de azért meg kell nézni, hogy milyen egyéb lehetőségeink vannak, és nem feltétlenül az autóiparba kell minden áron nekünk befektetőt találni. Éppen ebből az apropóból egyébként két héttel ezelőtt pénteken Lezsák Sándor úrnak a felkéréséből az Észak-Nyugat-Rajna-Vesztfáliai Iparkamarának, illetve Ipar és Kézműves Kamarának az elnökét és az ügyvezetőjét fogadtam a parlamentbe. Többek között itt is arról beszéltünk, hogy hogyan lehet Magyarország kevésbé frekventált, és hát itt akárhogy is nézzük egyelőre, mivel annyira túl sok külföldi befektető ebben a régióban nincs, mondhatnánk, hogy kevésbé frekventáltak vagyunk, hogyan lehet népszerűbbé, hogyan lehet kedvezőbbé, jobb fekvésűvé tenni a külföldi vállalkozások előtt, és hát itt nagyon gyorsan elhangzott, hogy ez a kamara, ez 600 ezer német céget foglal magába. Maga a terület, ahol tartozik, tehát ugye a német gazdaság jelen állapot szerint olyan erős, hogy saját régióit is külön sorolják be az Európai Unión belül, és az Európai Unió hatodik legerősebb gazdaságáról beszélünk, ezről a kamaráról, vagy egyesületről, ami tömöríti őket, és egész konkrétan elmondták az itt lévő úriemberek, az elnök úr is, illetve az ügyvezetője is a szövetségüknek, hogy kb. 20%-a érdekelt az ott lévő vállalkozásoknak, hogy külföldi befektetést hozzon létre, elsősorban Közép-Kelet-Európában, tehát Magyarország, mint potenciális helyszín megjelenhet, viszont azért 600 ezernek a 20%-a az én számításaim szerint 120 ezer vállalkozás, tehát potenciálisan bármilyen területről, és nem mondom, hogy nem az autóiparból is lehetséges, de bármilyen területről fogunk tudni befektetőket találni. És ami rettentő fontos volt ezen a megbeszélésen, hogy maga a régiónak a bemutatására lehetőségünk lesz már ennek az évnek a végén, amikor vissza fognak hozzánk jönni ezek az úriemberek,
és konkrétumokról lehet beszélni, illetve olyan potenciális befektetőket fognak magukkal hozni, amit már a számukra átadott anyagból látják, hogy milyen paraméterekkel rendelkezik ez a város. És hát itt azért én kicsit kitérnék arra is, hogy milyen anyagot állítson össze a város, illetve a régió. És én azért elnézést kérek a félegyháziakat esetleg, akit bántja, hogy valaki abba gondolkodik esetleg, hogy Kiskunfélegyházán túl akarunk nőni. Az az igazság, hogy minél nagyobb régiót tudunk fölajánlani, minél nagyobb a súlya úgymond ennek a régiónak, és ezt csak úgy tudjuk, hogyha munkaerő létszámot tudunk felmutatni az itt lévő intézmények mellett, annál potenciálisabb a terület, hogy a befektető ide fog hozzánk telepedni. És én nagyon fontosnak tartom, hogy ne azzal lobbizzunk egy multinacionális nagyvállalatnál, hogy 30 ezer ember lakik, mert a multinacionális nagyvállalatnak a vezetősége, tulajdonosokra azt fogja számolni, hogy jó, hát ebbe a városba mennyi ember dolgozik, potenciálisan kell neki 300-400 embert, abszolút csak számokat mondok, tehát nincsenek konkrétumok ezzel kapcsolatban, és az hogy fogja kitermelni ez a régió neki. Na most, hogyha ezt úgy adjuk elő, vagy úgy van bemutatva, hogy itt ez a régió összefogott, egyetértésben van, és itt közel 60 ezer ember lakik, aki potenciálisan legalább ennek a 40%-a munkaképes ember, akkor egész másképp fog ránk tekinteni, és amíg utána hozzátesszük azt, hogy Kiskunfélegyháza a régiónak a központja, iskolaváros, kiváló általános iskolai képzéssel rendelkezünk, kiváló szakmunkás képzéssel rendelkezünk, aki tovább akar tanulni, vagy esetlegesen más elképzelése van a jövőjét illetően, van arra lehetősége neki, hogy gépipari technikumi képzésben részesüljen, vagy számítástechnika, ugye a Petőfi Sándor gépészeti iskolába, vagy közgazdasági ismereteket szerezzen a közgazdasági szakközépiskolába, vagy mezőgazdasági ismereteket szerezzen a mezőgazdasági szakközépiskolába, vagy hogyha esetleg ezen túl gondolkodik egy fiatal már, akkor lehetősége van a Móra Ferenc gimnáziumon keresztül az ország, vagy Európa bármelyik felsőoktatási intézményébe felvételt nyerni, és olyan szaktudást szerezni, amit későbbiekben, hogyha mink itt megfelelő mennyiségű és minőségi munkahelyet tudunk és lehetőséget tudunk teremteni, ide vissza fogja nekünk hozni, és mi fogunk belőle profitálni, úgymond csúnya kifejezéssel. Illetve hát ami nagyon fontos, és amit vizsgálnak az iskola az oktatási rendszeren kívül, az az, hogy milyen egészségügyi ellátási lehetőség van. Én azt gondolom, hogy tavalyi évben, ugye október környékén bejelentett kórházberuházás, ami Kiskunfélegyházán meg fog valósulni, rettentően fontos ilyen szempontból, mert egy olyan létbiztonságot, egy olyan alapot ad egy befektető részére is, ahol tudja azt, hogy ha bármi történik, akár az alkalmazottjával nem feltétlenül kell balesetre gondolni, akkor megfelelő ellátásba tud részesülni, illetve a régió olyan Kiskunfélegyháza és a környező települések olyan lehetőséget kínálnak, ahol érdemes élni. Tehát egy élhető város tudunk létrehozni ilyen szempontból, és ez mindenképpen fontos nekünk. Ugye említette, hogy különböző cégeket, például ezeket az észak-rajna-vesztfáliai cégeket is akár potenciálisan érdekelhetné a térség, ez ugye majd évvége felé fog jobban konkretizálódni. Némileg rátért az oktatásra is, ugye a kettő összefügg egymással, igénylik a komoly szaktudást ezek a cégek. Ilyen területen jól áll Félegyháza ez a térség, illetve nem szűkíti-e egy kicsit azt a lehetőséget, amilyen cégek ide települhetnek, hiszen említette a gépipart, a számítástechnikát, a közgazdász képzést, de ugye egy teljesen, ezektől teljesen eltérő szakterület megtelepedésére nem tudom, hogy jól gondolom-e, hogy most túl sok esélyt én nem látok, persze nem vagyok gazdasági szakember, kell-e szélesíteni az oktatást, vagy az a spektrum, ami most rendelkezésre áll, az megfelelő? Én azt gondolom, hogy ezért fontos az, amit az Egyesület az elmúlt megközelítőleg két hónapban kezdett el egyeztetni ezekkel az oktatási intézményekkel. Egyrészt, ami az elmúlt időszakban hiánnyá vált a városba, hogy ezek az oktatási intézmények a tanulóikat nem tudják szakmai gyakorlatra kihelyezni cégekhez. Kapcsolatfelvétel megtörtént a Kossuth szakmunkás képzővel is, a Petőfi Sándor gépészetivel, a MESZG-vel, a közgével, és olyan megegyezés körvonalazódik, ami keretén belül ezek a cégek megint alkalmasak lesznek arra,
hogy szakmai gyakorlatra fiatalokat fogadjon, és valóban lehetőség nyíljon arra, hogy tényleg szakmai gyakorlat valósuljon meg, nem egy mesterséges környezetén, az iskolai környezetet mesterséges környezetnek nevezem, ugyan nagyon sok esetben egy-egy szakma gyakorlása közben természetesen a lehető legjobb tudás szerint oktatják, de azért, amikor egy kőműves kiküldenek egy házhoz, és azt mondják, hogy na édes fiam, keverd meg a maltert, és rak föl a falat, akkor azért ez egy egész más élethelyzet, mint az, hogy az iskolának az udvarán van egy sor tégla, és azt mondják, hogy abból építsé falat, és utána két óra múlva lebontjuk, mikor megnéztük, hogy föl tudod-e építeni. Tehát ilyen jellegű szakmai gyakorlati képzésbe gondolkodunk, és hát ami nagyon fontos, és amiben egyeztettünk, a vállalkozások, az önkormányzat, a regionális fejlesztések, az államnak én azt gondolom, hogy nagyon fontos szempont az, hogy meghatározza a vállalkozásokkal közösen az oktatásnak az irányát. Hiába akarunk mink péket képezni, hogyha nincs felvétel pékre, vagy hiába képzünk esztergályost vagy lakatost, hogyha nincs a városban ilyen munkahely. Tehát egyeztetni kell az itt lévő vállalkozások, az ide települni kívánt vállalkozások között, és folyamatos egyeztetésről beszélek, tehát nem az, hogy egyszer megkérdezzük őket, és utána soha többet. Tehát folyamatos egyeztetés kell annak érdekében fenntartani a vállalkozások és az oktatási intézmények között, hogy meg tudjuk annak az irányvonalát határozni, hogy milyen képzések valósuljanak meg. És azért itt az oktatás egy nagyon érzékeny terület egyébként, legfőképp azért, mert Kiskunfélegyháza iskolaváros, és mind az általános iskolai, mind a középiskolai, és én azt gondolom, hogy Félegyházának ezen a területen kell gondolkodni elsődlegesen, mert ebben professzionális, amit csinál. Olyan szintre kell ezt az oktatást emelni, hogy abból biztosan kiváló szakembereket tudjunk képezni, mert azért akármilyen vállalkozás fog Félegyházára települni, legalábbis az első időszakban biztos, hogy a saját embereivel fogja a vállalkozásnak vagy a vállalatnak a menedzsmentjét megalakítani, nem helyiekkel, vagy részben helyiekkel és a saját embereivel, de hosszú távon, 5-10 éves vonzatban biztos, hogy félegyházakkal akarja feltölteni, és azért minden vállalkozásra jellemző, hogy legalábbis a normális esetben egy kisebb vezetősége van a vállalatnak, és nagyobb az effektív munkát végző embereknek a létszáma. Tehát nekünk oktatás szempontjából is arra kell koncentrálnunk, amelyik területre a város professzionális lehetőséget tud kínálni. És az, hogy ma például nincs olyan képzési mód, ami egy új vállalkozásnak kell, én azt mondom, hogy pontosan ezért van ez a törekvés, hogy határozzuk meg, hogy mire van szükség, és Ágoston Tibor igazgatóra több alkalommal egyeztettünk ebbe, maximális nyitottságban ezen a területen bennük, ő benne is konkrétan, annak érdekében, hogy olyan képzések valósuljanak meg, amit utána őnek is érdeke, hogy garantálni tudja, hogy az a diák el fog tudni helyezkedni, és lesz neki munkája Kiskunfélegyházán. Még a reklámszünet előtt egy kérdés, rövid kérdésre van idő. Említette ugye például az Észak-Rajna-Vesztfáliai Kereskedelmi Kamarát, akik évvége felé fognak ellátogatni. Ugye mármint ami a tárgyalásokat illeti, Fehér Oroszország, Azerbajdzsán, hogy az üzleti világban ez hogy működik, hogy felmérik a vállalatok, a cégek a lehetőségeket, és mennyi időnek kell úgy átlagosan vagy általában eltelnie ahhoz, hogy mondjuk egy olyan döntés szülessen, egy pozitív döntés szülessen, vagy negatív, persze ezt nem lehet előre tudni, de hogy döntést hozzanak. Tehát ezt csak azért kérdezem, hogy ugye nagyon sokan, a legtöbb félegyházi valószínűleg már várná azokat az eredményeket, hogy most lefordítva az ő nyelvükre, hogyha mondjuk valaki munkanélkül van, mikor tudhat szakmájának megfelelő munkát találni. Nézze, egy befektető esetében ezt rettentő nehéz megmondani, mert van, amikor 5-10 éve előtte tanulmányokat kezdenek el annak érdekében folytatni, ahol felmérik egy országnak, egy régiónak a lehetőségeit. Van, amikor ennél sokkal sürgősebb a dolog, van, mikor két embernek a találkozása határozza meg egy cégnek a létrehozását. Én saját magamról is elmondható, hogy egy teljesen véletlen találkozás révén
lett a Megaprofil Magyarország Kiskunfélegyházán, és lett megalapítva, tehát itt a cég tulajdonossal, a belga cég tulajdonossal való találkozásból adódott ez a cég létrehozás. Természetesen ő benne korábban megvolt a szándék, de konkretizálódni akkor tudott, amikor mi találkoztunk egymással. Na most éppen ezért tartom én fontosnak, hogy az itt lévő vállalkozásoknak is szövetséget kell egymással kötnie, és közös együttműködés keretén belül kell megkezdeni a vállalkozásoknak a fejlesztését. És természetesen ez olyan szinten kell, hogy működjön, ahol nem egymásnak keresztbe teszünk, hanem egymás tevékenységét megismerve segítjük egymás tevékenységét. És amíg ezeket a vállalkozásokat, ezeket a potenciális befektetőket megtaláljuk, addig alapot kell képezzen az itt lévő vállalkozásoknak a fejlesztése, fejlődése, ami, mint amit mondtam is, hogy már az elmúlt egy évben 100 munkahelyet teremtett, és természetesen folyamatosan ez beruházások lévén meg is fog továbbiakban valósulni. Itt konkrét dolgok vannak már, például a PSPPKRU Kft. Továbbfejleszti az üzemét Kiskunfélegyházán, de tudjuk nagyon jól, hogy a félegyházi kenyérgyár is további fejlesztésekbe gondolkodik. Ugye itt az Egyesület égisze alatt létrejött egy együttműködés a félegyházi kenyérgyár és a félegyházi tejüzem között, ami keretén belül Kiskunfélegyháza és körzetében már ugye a félegyházi tejüzem termékeit kínálja a félegyházi kenyérgyár a boltjaiba, és azért országos szinten 80 üzletről beszélünk, ugyan még nincs mind a 80 üzletbe félegyházi tejtermék, de akár még ez is megvalósulhat, és hát pontosan ebből adódóan nyílik majd az a lehetőség, hogy a tejüzem is fejleszt. És én úgy gondolom, hogy mire ezek a fejlesztések végbe mennek, és ezek a munkahelyek újabb lehetőséget kínálnak a félegyháziak számára, vagy a régió számára, addigra konkrétumokat fogunk tudni felmutatni az újonnan ide települő befektetők esetében is. És rövid reklámszünet után folytatjuk a műsort. A reklámszünet után folytatjuk a kontrát. Vendégünk még mindig Csányi József, a Kiskunfélegyházi Gazdaságfejlesztő és Munkahelyteremtő Egyesület elnöke. Elnök úr, ugye a Munkára Félegyháza program elindítását, ha jól emlékszem, tavaly ősszel jelentették be. Elsőként az egészségügyi fejezetet tárgyalták, nézték meg, másodjára pedig az oktatás, sport, kultúra, és az egyik legutóbbi kiadványukban egész konkrét elképzelések fogalmazottak meg, egy új oktatási koncepció kidolgozásán, vagy létrehozásán dolgoznak oktatásban jelenleg is dolgozó szakemberek, és megfogalmazódott, hogy nem tartják jó iránynak a központosított intézményrendszert. Mi alapján jutottak arra, hogy ezen változtatni kellene? Alapvetően nagyon egyszerű volt a képlet, kimentünk az utcára és megkérdeztük az embereket, hogy mit gondolnak erről a kialakult helyzetről, illetve hát több iskolában volt konzultáció, több mint 200 pedagógussal találkoztam mai napig bezárólag, és ez a folyamat még nem ért véget. És nagyon sok helyről látják azt, illetve az a vélemény, hogy a jelenlegi formájában hosszú távon megkérdőjelezhető a fenntartása, illetve a működtetése ennek az oktatási rendszernek. Egy ilyen központosított oktatási rendszerről tudni kell azt, hogy egész egyszerű döntéseket is központilag hoznak meg, sok esetben Budapesten, csak hogy egyszerűvé és érthetővé tegyem a dolgot, sok esetben egy csomag fénymásoló papírnak a megvásárlását nem biztos, hogy az intézmény vezetője eldöntheti. Azt hiszem, hogy nagyon gyorsan bezárul a kör, és azt mondhatjuk, hogy tehát ez nem megengedhető. Viszont azért meg kell nézni, hogy miért alakult ki. Tehát nem feltétlenül volt rossz a szándék, ami elindította ezt a jelenleg még futó oktatási koncepciót. Azért meg kell nézni, hogy Magyarország önkormányzatainak a nagy része csődközeli állapotban volt,
nem kell messzire menni, Kiskun Félegyháza esetében is közel 5 milliárd forint adósság nyomta a városnak az éves büdzséjét, ami szinte azt mondhatjuk, hogy minden év január 1-én meghatározta arra fizetendő kamatok és kötelezettségek, hogy mire jut még pénz. Hát sok esetben ugye mire nem jut, inkább azt mondhatjuk, hogy mire nem jut, és itt be is zárult a lista, vagy a lehetőségeknek a tárháza. És most egy teljesen új lehetőség került elő azzal, hogy a magyar kormány konszolidálta ezeket a városokat, megszüntette azt az alapvető problémát, hogy ezek az intézmények, vagy maga az önkormányzat működésképtelen legyen. Kiskunfélegyháza esetében is megtörtént ugye ez a konszolidáció, egy adósságmentes városról beszélhetünk, ami mondhatjuk azt, hogy kisebb-nagyobb megtakarításokkal is rendelkezik. Erről talán a polgármester urat konkrétan érdemes megkérdezni, hogy már a jelenlegi polgármesterre gondoltam, érdemes megkérdezni, hogy pontosan milyen megtakarításai vannak a városnak, és azt gondolom, hogy egy olyan helyzet jön, amiben ismét érdemes azon elgondolkodni, hogy azok az iskolák, amik lassan 2 év átadásra kerültek az állam részére és az állami működtetés részére, nem esetleg meggondolandó, hogy megint városi üzemeltetésbe kerüljön vissza, illetve hát nem csak az általános iskolákról beszélünk, hanem a egyéb középiskoláknak is, akár a Kossuth, akár a mezőgazdasági, akár a közgazdasági, akár a gimnázium üzemeltetéséről, ha beszélünk. Természetesen egyeztetni kell a koncepciót a magyar állammal, a magyar államot képviselő miniszterekkel, a régiót képviselő, most már mondhatjuk azt, hogy képviselőnkkel, ugye Lezsák Sándor esetében, és hát én nagyon bízom abban, hogy Lezsák Sándor esetében sokkal több eredményt fogunk tudni felmutatni egy képviselővel, mint mikor 2 volt, és hát nem láttuk az eredményeket feltétlenül a város esetében. Tehát én azt gondolom, hogy itt egy higgadt, folyamatos egyeztetés eredményeként mindenképpen azokat az igényeket, amit megfogalmaznak akár a szülők, akár a diákok esetében ugye nehéz nyilatkozni, mert azért egy kisdiák nehezen tudja meghatározni, hogy kiüzemeltesse az iskolát, de akár a szülők, akár az intézményvezetők, akár az ott dolgozó pedagógus esetében feltétlenül érdemes ezeket a véleményeket megvizsgálni, és annak a lehetőségét is, hogy hosszú távon a város irányításával, a város közreműködésével hogyan lehet az oktatást kialakítani. És természetesen itt úgy, ahogy tettük azt az egészségügynél, és nem arról szól, hogy a helyi vállalkozók meg akarják mondani, hogy mi történjen az oktatás ügyben, mi ehhez nem értünk. Ugyanúgy, ahogy az egészségügyben megkérdeztük az orvosokat, az ápolókat, az egészségügyi dolgozókat, ugyanúgy ebben az esetben is pedagógusokat kérdezünk, akik nap mint nap a saját bőrükön érzékelik és tapasztalják meg a pozitívunkat és negatívunkat, és az alapján próbálunk egy olyan új koncepciót kialakítani, jelen esetben Lezsák Sándorral közösen, illetve majd utána a föntebbi szinteken, amik alapján meg lehet határozni a városnak a jövőjét. Szóba hozta az adósság átvállalást, és én közelmúltban valahol találkoztam az adósság átvállalás és a munkahelyteremtés közötti összefüggés felvetésével, tehát hogy egy adott város adósságának átvállalása az nagyobb lehetőségeket teremt arra, hogy például az adott város jobban koncentráljon arra, hogy munkahelyeket hozzon létre. Nem tudom, hogy egyetért azzal, hogy ez az összefüggés fennállhat, illetve hogyha egyetért, akkor látja a jelenlegi városvezetésben azt a potenciált, hogy élni tud ezzel a lehetőséggel. Ugye Félegyházának is teljesen lenullázódott úgymond az adóssága. Ez sokakban nem tudom, hogy indokolatlan várakozásokat kelte. Hát nézze, azt gondolom, hogy elsősorban egy önkormányzatnak meg kell érteni azt, hogy a gazdaság hogy működik. Tehát ez ugyanúgy, ahogy az én esetemben elmondható, hogy nem feltétlenül értek egy önkormányzatnak az üzemeltetéséhez vagy működtetéséhez, ez visszafele is ugyanúgy igaz. Egy államigazgatás és egy gazdasági vállalkozásnak a működtetéséhez teljesen 2 külön alapot képez. Nagyon nehéz ezeket összevetni. Maga az, hogy el vannak adósodva a városok, hát ne felejtsük el, hogy az egyik legnagyobb munkáltató az a Félegyházi önkormányzat, még így is, hogy
hogy az oktatási intézmények dolgozói már nem tartoznak hozzá, tehát ennek ellenére is továbbra is, ha jól emlékszem, közel 600 vagy kicsit több mint 600 munkavállalója van az önkormányzatnak, és hát maga az, hogy egy beosztás milyen szinten, milyen minőségben van ellátva, vagy hány embernek kell azt ellátni, meghatározza, hogy mennyi pénze van az önkormányzatnak, és amíg nincs a pénze mondjuk 3 embert foglalkoztatni, addig valószínű meg fogja oldani egy vagy két emberrel is ugyanazt a munkahelyet. Tehát ez mindenképpen kapcsolat van a kettő között, és meghatározza azt, hogy a város milyen anyagi lehetőségekkel rendelkezik. Viszont ami szerintem az elmúlt lassan 24 évről beszélhetünk, óriási hibája ennek a városnak, hogy nincs valós kapcsolat az önkormányzat és a gazdasági vállalkozások között. És egyébként ez látszik is, Magyarországon egy beidegződés van, ami alapján minden önkormányzat azt gondolja, hogy ők állam az államon belül, holott nem, mert ugyanúgy, hogy a magyar államnak szüksége van a vállalkozásokra, és látszik különben a magyar kormánynak az elmúlt 4 éves működéséből, hogy milyen irányt vett, tehát egyértelműen zárnak össze a vállalkozókkal, vannak kiemelt beruházások, vannak olyan kiemelt vállalkozások, stratégiai partnerei a magyar kormánynak, akik pontosan ezt a folyamatot erősítik. Itt a Kiskunfélegyházi önkormányzatnak, vagy a környező önkormányzatnak is nagyon fontos lenne az, hogy az itt lévő vállalkozásokkal kommunikáció alakuljon ki, és nem arról szól a dolog, hogyha valamelyik gyár beruházást ad át, vagy befejez egy beruházást, akkor elmegy a polgármester, a jegyző, vagy éppen bárki a városvezetésből átvágni egy szalagot. Itt nem ez a lényeg. Itt az a lényeg, hogy a vállalkozás első napjától kezdve, és ez egész konkrétan ez ott kezdődik, amikor kigondolja valaki, hogy itt akar vállalkozást létrehozni, megkapja a megfelelő támogatást, és félreértés elkerülése véget, nem törvénytelen dolgokról beszélek, csak arról, hogy a folyamatok megfelelően legyenek kezelve, megfelelő támogatás legyen az adminisztráció részéről abban, hogy egy építési engedély mennyi idő alatt kerül kiadásra, hogyan segíti tanácsokkal az új gyáregység, vagy az új üzem, vagy egy kereskedelmi egységnek a létrehozását az önkormányzat, és itt jelen esetben konkrét példákról tudunk beszélni itt a városba, ahol van olyan étterem tulajdonos, aki több mint egy éve nem tud dőlőre jutni a városnak a vezetőségével abban, hogy hogyan tudja legálisan üzemeltetni, illetve hát legálisan működik ma is, csak még mindig harcolnak, hogy egy végleges használatba vételi engedély legyen az éttermén is. És én számomra ez érthetetlen, hogy egy önkormányzatnak nem elsődleges egy olyan vállalkozásnak a segítése, ahol 11-nehány ember dolgozik, ami profitot termel, iparűzési adót fizet a városnak a kasszájába. Tehát én azt gondolom, hogy ugyanúgy, ahogy ez régen meg tudott valósulni, ennek most is meg kell tudni valósulni, hogy az itt lévő vállalkozás támogatást kapjon az önkormányzattól. És ez egy módon működik, ha kommunikáció kezdődik. És megmondom őszintén, egy éve hoztuk létre az egyesületet, alapvetően az alpolgármester kivételével, ugye, aki a gazdasági ügyekért felelős, nincs az egyesület és az önkormányzat között együttműködés, amit én azt gondolok, hogy egy elég nagy hiánya ennek a városnak, hogy, illetve hát én azt mondom, hogy talán kicsit kritikával is megfogalmazva, a városvezetésnek, a tudásának a hiányossága, hogy nem látja be, hogy erre az egyesületre szükség van Kiskunfélegyházán, és ennek az egyesületnek milyen formában kellene nekik is támogatást adni. Tehát jól értem a szavait, hogy mondjuk gazdasági területen hát próbálok minél finomabban fogalmazni, hogy tényleg senkit ne bántsunk meg, de mondjuk gazdaságfejlesztés, gazdaság területén nem mindig a megfelelő döntéseket hozza meg a városvezetés, vagy mondjuk távol kerül attól, hogy a helyes utat járja, hogy látja? Nézze, meg kell nézni, hogy milyen tudással, milyen iskolázottsággal lévő emberek ülnek az önkormányzatnál. Véreértés ne essék, nem negatív szemszögből mondom, de az ott lévő embereknek a képesítése nem feltétlen teszi őket alkalmassá arra, hogy megítéljenek egy gazdasági ügyet. És valószínű, hogy egy közgazdász tudással rendelkező, vagy egy mérnök tudással rendelkező ember, vagy bármilyen területen lévő szakember, vagy egy pénzügyi szakember
jobban meg tudja ezeket a pontokat ítélni, és hasznos tanácsokat tud benne adni. És én azt gondolom, hogy azért lenne fontos az önkormányzatnak és az egyesületnek, vagy ezeknek a szakembereknek, mert tehát azért valljuk be, hogy itt mind profitábilisan működő vállalkozásról, jó menő vállalkozásokról beszélünk, és nem csak az egyesületről kell itt beszélni, hanem több száz más egyéb vállalkozás, egyéni vállalkozás, kis BT, KFT létezik a városban, ami kiválóan működik, és nagyon is jól tudja, jól tud sáfárkodni, jó gondolatai vannak, hogy mi kellene ennek a városnak. És hát én azt gondolom, hogy ezeket az embereket meg kéne kérdezni, hogy mit tudnának hozzátenni ahhoz a szellemi tőkéhez, amivel rendelkezik a városvezetés, vagy egyáltalán maga az önkormányzat, és a kettőből mit lehetne összegyúrni. És sajnos jelen állapot szerint itt van egy elképzelés erről az oldalról. Mi nyitottunk a lakosság irányába, de alapvetően ugye nem tudunk konkrétumról beszélni, a várossal történt. Mondhatni azt, hogy nem olyan régen olvastam az újságban, hogy a polgármester úr, ha jól emlékszem, Kínába látogatott, és hát, hogy miért volt ott, azon kívül, hogy testvérvárosi kapcsolatot épített, hát ez nem terült ki, nem tudtuk azt, hogy milyen gazdasági szakemberek kísérték el erre az útra, milyen tárgyalások folytak, ami valós tőkét képez ennek érdekében. Tehát én azt gondolom magánemberként is, de szakemberként mindenképpen, hogyha egy ilyen látogatásnak a terve megszületik, akkor olyan szakemberekkel együtt kell odautazni, akik potenciálisan jövőbeni befektetéseket fognak tudni támogatni. És én azt gondolom, hogy ezzel a véleményemmel nem vagyok egyedül, itt megint csak ki kell menni az utcára megkérdezni az embereket, hogy hogy gondolkodnak erről. Igen, ezzel már egy olyan területre kanyarodtunk, ami már eltávolodott a vállalkozások közötti együttműködéstől, a vállalkozás fejlesztéstől. Ezek ugye már a város vezetésével kapcsolatos koncepciók. Van egy kérdés, amit én mindig fel szoktam önnek tenni, amikor találkozunk itt a műsorban. Most is felteszem ezt a kérdést, ugye egyre több helyen lehet hallani, egyre többen beszélnek róla. Nagyon sokan várakozásokkal, ha lehet így mondani, várakozásokkal is tekintenek az elé, a dolog elé, amit most éppen meg akarok kérdezni, hogy ön tervezi-e, vagy van-e szó arról, hogy polgármester jelöltként elinduljon októberben az önkormányzati választásokon? Nézze, fogok konkrétan válaszolni, egy kis körítést hagyd tegyek azért a dolog köré. Azt kell látni, hogy most megtörtént két héttel ezelőtt a parlamenti választás. Kialakult az, hogy melyik politikai irányzat fog tudni a munkája alapján ismételten, én azt gondolom a jól megérdemelt munkája alapján, vagy az eredményei alapján ismételten kormányt tud alakítani a jobboldali közösség, és természetesen én szeretnék velük együttműködni, gondolkodom azon, hogy milyen formában tudnám ezt megtenni, de jelen állapot szerint még mindig nem érzem azt, hogy aktuális lenne konkrétan ennek a kérdésnek a megválaszolása, hogy akár esetleg én polgármesternek elinduljak egy megmérettetésbe, hogyha ennek az időszaka elérkezik. Én azt gondolom, hogy arra kell koncentrálni, amit mi elkezdtünk. Azban egész biztos vagyok, hogy a városnak az életében hathatósan szeretnék részt venni, és nagyon tevékenyen, hogy ez politikai színezetet fog-e kapni. Ez részben annak is a kérdése lesz, hogy kapok-e ilyen irányú felkérést esetlegesen. Tehát ezt az elkövetkező azt gondolom, hogy 5-6-7 hét meg fogja mondani, hogy lesz-e ilyen jellegű. De az biztos, hogy a városban egész konkrétan és hatékonyan szeretnék működni a továbbra is. A gazdasági egyesület munkáját mindenképpen folytatni kívánjuk. Egyébként egy évvel ezelőtt, amikor vendégem volt, akkor ugye ez a téma akkor is szóba került, és akkor azt válaszolta, hogy először a gazdaságfejlesztés területén szeretne bizonyítani. Természetesen ez az egész elmúlt 45 perc arról szólt, hogy sikerült ez, de összegzésképpen hogy érzi egyébként, hogy az egyesület az elmúlt egy évben elérte, mennyire tudta elérni azt a célját, amiért létrejött? Én azt gondolom, hogy abszolút el tudta érni a célját. Mindig vannak elégedetlen emberek, akik ezt valószínű másképp értékelik. Én azt gondolom, hogy a nullából kezdtünk el építkezni. Ennek ellenére
több milliárd forint befektetés történt, értékű befektetés történt Kiskunfélegyházán és a vonzás körzetében, bár inkább ezt azt mondom, hogy elsősorban Kiskunfélegyházán, de ez érint Kiskunfélegyháza régiójához tartozó településeken élő embereket is. Több mint 100 munkahely létre lett hozva, és nincs vége a folyamatnak, amit már korábbiakban említettem, több vállalkozás is további befektetéseket tervez, illetve hát nagyon nehéz erről mindig beszélnem, mert általában ezeknek a tárgyalásoknak a sajátossága, hogy egy titoktartási nyilatkozattal indul el, legfőképp azért, hogy esetlegesen telekspekulánsok, egyéb hasznot, jogtalan hasznot remélő embereket kizárjunk a rendszerből. Nagyon ügyelnünk kell arra, hogy miről nyilatkozunk, miről beszélhetünk egész konkrétan. És sok esetben olyan az én fejembe és az én köröm, az én érdekcsoportomhoz, vagy inkább úgy mondom, hogy akik velem együtt dolgoznak, a mi fejünkben meglévő információt nem feltétlenül adhatjuk addig oda, amíg hivatalosan egy befektető úgy nem dönt, hogy bejelenthetjük ezt a befektetést. Az egyik esetében tudok azért nyilatkozni. Múlt héten pénteken Joris Ide úr a cégcsoportomnak a tulajdonosa Magyarországra látogatott, és hát nem tudom mennyire köztudott, ugye, mint a Megaprofil mellett egy másik KFT-t, az ő nevét viselő KFT-t is üzemeltetünk, ami ingatlan befektetéssel és hasznosítással foglalkozunk. Van nekünk egy 15 hektáros iparterületünk, itt egy nagyon komoly beruházást szándékozunk az elkövetkező 3 évben létrehozni. Nagyságrendileg mindegy 300-350 munkahelynek a létrehozásával számolunk, ami talán a szépsége lesz a dolognak, hogy mezőgazdasághoz fogunk teljes mértékben feldolgozóipart létrehozni, és olyat, ami nincs Félegyházán, senkinek az érdekeit nem kívánjuk sérteni. Tehát így összegezve én azt gondolom, hogy az Egyesület sikeresen működik, a tagjai aktívak, szívesen vesznek részt a munkába, szívesen támogatnak bennünket, és annak ellenére, hogy nem feltétlenül volt az elmúlt 3 hónapban nyilvános ülésünk, mint időről időre találkozunk a tagokkal egymással, és természetesen ezeknek a kérdőíveknek, a Munkára Félegyháza programnak az eredményeiről én beszámolót tartok nekik, és abszolút pozitívan fogadják, illetve természetesen, amikor egy kapcsolatot létre lehet hozni, vagy létrejön, akár a belorusz nagykövettel, akár egy iparkereskedelmi kamarának a vezetőségével, akkor ezek a kapcsolatok fel vannak egyből kínálva az itt lévő vállalkozásoknak, és azt még feltétlenül szeretném kiemelni, hogy nem csak az Egyesület tagjainak, mindenkinek, aki potenciált érez magába, hogy valamilyen szinten bekapcsolódjon, és hát ami az elmúlt időszakot is jellemzi, tehát én azt gondolom, hogy nem álltunk meg, mert koncepciót dolgoztunk ki arról, ugye nem olyan régen Széles Gábor látogatott Kiskunfélegyházára, hogy hogyan lehetne hasznosítani a fürdőszállónak az épületét, hogyan lehetne ez a kórház rehabilitációs részlegét hozzákapcsolni, hogyan lehetne ezáltal a félegyházi főutcát színesebbé tenni, hogyan lehetne új éttermeket nyitni, tehát azért, hogyha itt egy megfelelő mértékű szálloda épül, vagy egy méretű, inkább úgy fogalmaznék, azért ugye laikusként mit gondol az ember? Fel kell újítani ezt az épületet, és minden indulni fog. Ide jön egy szakember, és azt mondja nekem, hogy hány szoba van benne? 17. Hát akkor kell még hozzá 80-100 darab szoba, hogy ez rentábilisan működtethető intézmény legyen. Tehát kellenek ezeknek a szakembereknek a véleménye, és ugye Széles Gábor esetében elmondhatjuk, hogy Magyarország egyik legnagyobb szálloda befektetője, az ő személye, tehát mérhetetlen tapasztalattal rendelkezik ezen a területen, és egy ilyen tanács mondjuk azoktól az aknáktól, ami mondjuk egy tapasztalatlan embernek a tudatlanságából vagy tapasztalatlanságából adódik, hogy ami egy ilyen beruházás során előkerülhet, megment bennünket. És én azért mondtam, hogy az önkormányzatnál is senki nem bűnös azért, vagy marasztalható-e azért, mert valamihez nem ért. Én inkább azt mondom, hogy abban az esetben marasztalható el, hogyha van a városban egy ilyen egyesület, mint a miénk, ami nyitott az együttműködésre, és ami láthatóan folyamatos fejlődést tud felmutatni, és ennek az irányába nincs nyitottság az önkormányzat részéről. Tehát én itt látom a hiányosságot, és ezen rettentő fontos a város jövőjének érdekében változtatni. És hát ugye
ne felejtsük el, hogy a fürdőszálló az egy pont. Ezen kívül van nekünk egy termálvízünk, aminek a 80%-át beleengedjük jelenleg a csatornába. Miért nem fűtjük a Kossuth iskolát vele? Miért nem fűtjük a Petőfi Sándor gépészeti szakközépiskolát? Miért nem fűtjük vele a kórházat? Vagy szabad területek találhatók a város környékén. Évek óta folynak olyan befektetési lehetőségek, illetve megújuló energiára irányuló lehetőségek, elnézést, ami Félegyháza számára is adott, és adott lesz a jövőben is, és az elkövetkező, ugye most induló EU költségvetésben erre nem kevés pénzt fognak fektetni, ugye 2014-től 2020-ig tartó EU költségvetési időszakban Magyarország kormánya, aki elmondhatjuk, hogy most már a következő 4 évet is vezetni fogja, bejelentették nem is olyan régen, hogy évente 1000 milliárdot akarnak költeni fejlesztésekre, beruházásokra, gazdaság élénkítésre. Ez mind annak a része lesz, és nem mindegy, hogyha van egy napelem park, vagy egy szélerőmű park a Petőfi lakótelep mellett, és megmondom őszintén, fogalmam sincs, hogy egy kilovattóra mennyibe kerül jelenleg, de hogyha mondjuk ennek csak a felét kell kifizetni egy ott élő embernek, mert a megújuló energiaforrásból meg tudjuk kapni, akkor egy teljesen új világot tudunk képezni Félegyházán, és ezáltal tudjuk az itt élőket támogatni, ezáltal tudjuk az itt élés feltételeit jobbá tenni, és hát egy új jövőt építeni magunknak Kiskunfélegyházán. Ez remek végszó volt. Már csak egy rövid kérdés, hogy Széles Gáborral egyébként lesz a következő tárgyalási forduló? Mutatott-e érdeklődést a fürdőszálló iránt a beruházás, vagy akár nagyobb léptékben is gondolkodva ezen én a területen? Én más igét használnék, én azt mondom, hogy van folyamatos kapcsolat vele, és egyeztetéseket folytatunk vele. Természetesen ennek is a hozzátartozó körülményeit meg kell teremtenünk. Elnök úr, köszönöm szépen. Csányi József, a Kiskunfélegyházi Gazdaságfejlesztés Munkahely Teremtő Egyesület elnöke volt a vendégünk. Köszönöm, hogy itt volt, jöjjön máskor is. Köszönöm szépen. Önöknek is köszönöm a türelmet és a figyelmet. Legközelebb 2 hét múlva jelentkezünk, addig is nézzenek bennünket. Szép estét, viszontlátásra!